Fedezd fel a mi világunkat! A Nyíregyházi Állatpark izgalmas mindennapjai. Zoo TV. Üdvözlöm Önöket! A Nyíregyházi Állatpark adását látják, a Zoo TV-t, amivel otthonaikba visszük világunkat. A Nyíregyházi Állatpark 35 hektáron egy tölgyerdőben található, ahol kontinensenként vannak bemutatva az állatok. Az egyik legkedveltebb helyszín a Kattaerdő, hiszen itt különleges gyűrűsfarkú makik között lehet sétálni. Idén a nagy érdeklődésre való tekintettel egy másik makierdő is megnyílt, melyet a trópusi házból lehet megtekinteni, és a makik között lehet itt is sétálni. Nézzük meg a sárga szakállas makikat! Az ide érkezők nagyon sokszor lemajmozzák őket, holott ők a félmajmokhoz tartoznak rendszertanilag. Nagyon könnyű megkülönböztetni őket a majom féléktől, hiszen a makikra az a jellemző, hogy hosszú, megnyúlt orrtükrük van, és hatalmas, nagy, előre néző szemeik. A sárga szakállas makik igen ritka makifajhoz tartoznak, hiszen Európa szerte állatkertekben mindösszesen 42 egyed él belőlük. Az itt élő tenyészcsapat az Európai Fajmegőrzési Program keretében jött hozzánk, és igen sikeres, hiszen minden évben van szaporulat, ám első ízben most ikerpár látott napvilágot. Jó részt még anyatejjel táplálkoznak, de már elkezdik a szilárd takarmány fogyasztását is, ami lédús gyümölcsökből, zöldségekből és levelekből áll. Az ikerpárt mindkét tagja még ideje jó részét anyja hátán tölti, de most már elkezdenek ismerkedni hamarosan a külvilággal, és egyre távolabb fognak elhelyezkedni anyjuktól. Ha megnézzük, az egyik apróság édes álmát alussza anyja hátán. Nagyon különleges, hogy a makik már az első pillanattól fogva, születésétől fogva kapaszkodnak anyjuk hasába vagy hátába. A sárga szakállas maki elnevezés mellett majót makiként is hívják őket, utalva arra, hogy a többi lemúrfajtól eltérően ezek az állatok nem Madagaszkár szigetén élnek, hanem attól egy 400 kilométerrel lévő szigeten, Majot szigetén. A sárga szakállas makik is veszélyben vannak, hiszen élőhelyük folyamatosan csökken, ráadásul a természetben vadásznak is rájuk. Ezért is nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között is védjük és koordináltan tenyésszük őket. A sárga szakállas makiknak nagyon könnyen meg lehet különböztetni a hangját, hiszen leginkább az röfögésre emlékeztet, mikor izgatottak az állatok. Farkukat nem tudják ötödik kézként használni, de kiválóan tudnak vele egyensúlyozni, így a lombkorona szinten több méteres távolságra is képesek ugrani vele. Előszeretettel fogyasztják a makierdőben látható növények leveleit, és látogatóink, mivel nincsenek rácsok, testközelben meg tudják csodálni ezeket a különleges félmajmokat. Jöjjenek el hozzánk a Nyíregyházi Állatparkba, hiszen több mint 5000 állat vár Önökre, és ez igazi maki paradicsom a lemúrkedvelőknek, hiszen a sárga szakállas és gyűrűsfarkú makik mellett varikkal és szerecsenmakikkal is tudnak találkozni.